Clinton vagy Donald Trump Magyarország számára? Melyik lenne a jobb? Az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy elsősorban az Egyesült Államok a szabadkereskedelmi egyezmény kapcsán jelent meg a magyar közgondolkodásban és közéletben, illetve most, hogy a CETA, tehát a kanadai szabadkereskedelmi megállapodás aláírása került, több mint 40 amerikai cég már valójában szorosabb kereskedelmi partner az Uniónak. Mint tudjuk, a hozzáállása a szabadkereskedelmi megállapodásokhoz megingott az elmúlt időszakban Hillary Clintonnak, Donald Trump pedig kategorikusan elutasította. Ez nyilván gazdasági kapcsolatokra jelentős hatással lehet, már csak azért is, mert Magyarországnak például egyik kiemelt gazdasági partnere az Egyesült Államok. Ami pedig például a bevándorlás kérdését illeti, azt mondhatjuk, hogy nyilvánvalóan a magyarországi konzervatívokhoz a Donald Trump féle nézetrendszer áll közelebb, amennyiben ő nyeri meg a választásokat, bár most 2016. november 8-án úgy 8 óra magasságában ez gyakorlatilag a statisztikák alapján 10% esélyt mutat.